Sziasztok, itt Szindák Vélhet Quarters, és az előző részekben gazdagodtunk pár új Pokémonnal, de érdemben nem fejlődtünk előrébb, mivel még mindig ennél a teremnél tartunk, ugyanis nem találjuk a gym leadert viszont. Hi! Ő Jerry. Ja, ő biztos vagyok ilyen, akit feliratkoztunk. Vagy aki neki megvan a telószáma, ami nekem rajtul nem kellett. És mivel délre nem tudunk menni, éjszakról jöttünk. Csak ez a két út maradt, szóval most úgy gondoltam, hogy ezt fedezzük csak fel egy picikét. Még jó, hogy van nekünk ez a machbike-unk. Nagyobb lendület kell, jó. És eljutottunk ide, egy helyre. És itt mi lehet? Az ég egyet a világon, semmi. Csak te, odaadod a katot? Ó, nem, te vagy Plate Peak City-nek a gym leader-e, Caitlyn. Igen, szeretnék. És ide mi se tudunk bemenni. Viszont itt van kettő darab fű. Mi van ezen az úton? Á, nem értek el, nem itt nézzük meg. Itt vissza lehet menni? Nem. Szóval, Caitlynt megtaláltuk, hál' Istennek. De ugye még mindig kéne a kát, hogyha vissza akarnánk menni. Caitlynt megtaláltuk, most nem tudom, Caitlynnel foglalkozzunk? A fene se tudja. Ugye őt mindenféleképpen akarom győzni, csak akkor használjuk a flash-t, azért is erre jöttem, mert ó, itt egy pokélabda, amivel van egy PP Mox, az igen. Mert oda másik helyen egy barlang van, amihez kéne a flash. Ez flash nélkül nem akart, nem? Hopip, nem kaplak el. Nidoran 8-as szinten nem kell lesz. Egész jó kis pokémonok vannak eddig ebben a játékban. Nidoran 9-es szinten nem kell. Szóval eddig végül is ezzel játéka elégetett vagyok. A grafika se rossz. Meg úgy önmagában. Ja, itt már legyőztük, igen. Te semmi hasznosat nem mond, ez Pidgey. Nagyon alacsony szinteken vagytok. Még ez a két szellem Pokémon, amit fogtálni. Jó, és akkor ide megvár valami. Action kell, még ide tudnánk eljönni? TM05, az a Headbutt! Na, ez a Headbutt, ez kellett. Szóval akkor most én azt hiszem, hogy próbáljuk legyőzni ezt a gym leadert. Nem gondolom olyan erősnek. Ugye Hector semmit nem tud ellene tenni. Ez ellen a gym ellen. Csak a Curse-t. Csak körszelni tud. Viszont van itt nekünk Csillár és Alfabet, akikkel könnyedén el tudjuk intézni ezt a termet, és addig Csillárt is fejlesszük. Szóval második terem, viszonylag hamar a játék során. Remélem, hogy le tudjuk győzni őket. Jigglypuff-val kezd. És megnéztem, ez a Fire Dance mire jó. De ez írtó jó. Olyan az animáció, mint a Fire Spinnek, és végül is alig sebez. El tud altatni. Na, az már valami. Én meg tudok lesz 5 rekt, mert minden, úristenem, ezért idegesítőek. Szerintem most lesz az, hogy cserélek Alfabetre, és inkább gyorsan kinyírom. Ó, de erre elaltatsz. Beszarás. Tudsz az egy támadást. Viszont azt már tudom, hogy nem tudod megütni egyik szellem típusú Pokémonomat se. Ezt már most látom. Jó lesz az Elite Return. Ez már nem olyan jó. Faszád. És írtó sok HP-ja van ennek, de sikerült. Tehát a Jigglypuffot kinyírtuk. Az Alfabet leginkább. Ő a legerősebb Pokémonom. Az igen, a falon megyek.
Ja, hát ezt a lépcsőket nem csinálták meg, jó? Se baj, se baj, se baj. Miau. Na, ő tud, tuti, hogy tud bájtot, szóval itt egyből le is cserélem. Graula kezd, de mondom, hogy ő biztos tud bájtot. És milyen gyorsak amúgy ezek. Az igen. Sikeresen kinyírtam még a potion ellenére is, miaut. Ezért... nem nagyon használt. Na és dupla csata. Ez a legjobb. A Fire Dance, meg pedig ilyen szar ez a támadás. Az a rossz benne, hogy pontatlan igazából. Bunnyrivel kezdem, az lehet a veszélyesebb. Pláne ezzel az ötrektével. Ez az Odinomi set. De te támadj, nem sikerült. Aj, használt egy potion, nem igaz. De Odinu megint misszel. Csak én is hülye voltam, én meg nem a Bunnyrit támadtam, ezért most a Bunnyrit kell. De most Odinun is. Quick attack. Azt az ne soha nem jó. Támad meg, ez az. Úristenem. Assist. Azzal fogok támadni. Téged meg megharantálak. Úgy jó. Az úgy jó. Azt a kurva alfabet mindjárt meghal. Az jó, eladtatta Bunnyrit. Jó volt ez az assist. Potion. Mennyi potion-e van? Nem értem. Jó, akkor most én is azt fogom csinálni, hogy Csillár körébe hílelek, mert egyszerűen nem akarom, hogy meghaljon. Csak ezért, mert akkor nem tudom, hogy fogom kinyírni. És hol vannak ezek? Itt, jaj, ez miatt a sok mélye miatt. Nem találom azt, ami igazán fontos. Ezt a potion-t. Jól van, és Alphabet pedig most már végre kinyírja ezt a Bunnyrit. Legalább az egyik. Úristenem, miért nem tud meghalni? Fire Dance az Odinúra. És most már fölkelt. Nem baj, Bunnyri meghalt. Na, ez egy egész jó kis team. Fire Dance? Azt a kurva, semmit nem érté. Water Gun és alig ér valamit. Ötrekt, hagyjuk már a picsádba. Ez az egyetlen egy, amit tudsz ellenem csinálni. Ó, Citrus Berry! Komolyan! Ez az kritikus, visszakaptad. Mindenki visszakapja. Hú, hát ezt most csak felgyorsítom, mert szörnyű. Return kritikus, de durva. Smoke! Mérgeződj meg! Nem igaz. Azért a smogot használom, hát ha megmérgeződik, de kinyírtam. Csillár 19-es, hál' Istennek. Csillár jó Pokémon, őt lehet megtartom, ugye tűz, szóval. De ez a Fire Dance semmit nem sebez. Ú, és akit hogy is volt? Ja, már nem is kell. Ha már egyszer kinyitottam, úgy maradt, király. Viszont, ami biztos, hogy én visszamegyek hílelni, mert ez így tarthatatlan. Ráadásul neki gondolom még durvább Pokémonjai vannak. Szóval, hú. Ja, ugye ami érdekes, hogy itt a Flash, ez egy TM. Ugye az előző részben tűnt fel nekem. Meg is lepődtem eléggé. Meg tudjuk egyáltalán tanítani, mit Csillárnak a Flash-t. Nem, csak Alphabetnek. És Joey se bírja megtanulni. De mindegy. Lehet, hogy csak itt fog kelleni Flash. Vagyis a fene se tudja. De igazából Alphabetnek van fölséges támadás, és sokáig lesz fős. Tehát három támadással bőven el lehet menni. Három normál támadással. De a Flash igazából az utolsó Pokémonnyal használod, az se baj. Na, soha nem utasítanék vissza egy tőled érkező kihívás, szóval csatázzunk, jó van. Jó, Happy Nivel kezd! Az... durva. Bite!
Ötrakt az soha nem jó, az ötrakt soha nem jó. Újabb byte. Most megtanult az assistet. De szerintem ez nem tud hozzámérni igazából. Úgy is van, ahogy gondoltam, de valamelyik a teaméből, és ezért jó, defense rules, speed rules, minden nem növekszik. Szóval valami a teaméből tudja a stompot, meg a defense kört. A defense kör az mondjuk egy Jigglypuff-val, a stomp meg Stantler lehet mondjuk. Shockwave, az igen! Ez váratlan, de már eléggé felbútoltam a stratémat, szóval... Megmérgezem! És innentől kezdve... Ó, és Lumberrid van! Ó, mocskos! Toxic! Az igen! Jó, ezt a toxikot én gyorsan meggyógyítom. Pecsaberrivel gyógyítsam, vagy... Á, antidóttal. Azt lehet venni. Ha van antidótom, azzal gyógyítom. De van, mert emlékszem, hogy vettem. Jó. Charm, az mindegy. A atakunk csökkent, de szerintem csak speciális támadásom van, szóval... Haha. Jó van, az csökkentheted. Nem igaz. És amikor betalál, akkor meg misszel. Ja, elfogyott a mimiked. Aha! Szita. Return nem hat rám. Haha! Smoke! És az meg misszel! Mindig misszel ilyenkor. De mocskos, na most nem. Mérgez meg, léci. Nem sikerült. Fire Dance, talán. Úgy is van, attack, defense, mindenem nő. Ez nagyon jó támadás. Jó, tudom, hosszú lesz így a csata, de akarom... Nem igaz. Akarom húzni Csillát. Próbálom megmérgezni, más esélyem nincs. Ugye most már nem tudja magát gyógyítani. De ez a szerelem, ez nem múlik el. Curse! Ne! Bár végül is lehet ezzel jól jártam. Nem is jártam ezzel annyira rosszul. Emberek, ezzel tényleg nem is jártam rossz. Kritikus, és ebben meghalt. Kinyírt a Csillár egyedül, és úristenem, mekkora mennyiségű XP-t kapott. Na, Lickitung ötüti tudja a defense kört, vagy valami ilyesmit. Próbálom megmérgezni. Shockwave, na ő tudja a Shockwave-et. Én meg attól még próbálom megmérgezni. Defense kör, itt van. Még egy Shockwave-ben nem halunk bele, szerintem még ha csak kritikus, akkor se. Viszont a következőben már belehalnánk, szóval... Most azért nem akarom... Lehet egyszerűbb lenne alfabettel kinyírni őket, de azért nem akarom használni, mert akarom Csillárt húzni, és úgyis ráérünk. Fire Dance. Hoppá, tovább növelem ezeket a statokat. Most már a sebességem nagyon magas lehet. Azért jó ez a Fire Dance most, így nem azért. Még akarok hagyni egy kis Fire Dance. Az akkurációt kéne növelni egy kicsit. Úristenem. Most már annyit se sebzel ezzel a Shockwave-vel. Azért megmérgeződhetnél úgy igazán. Gyerünk egy picit. Ott a méreg, ez az. Ezt szerettem. Minimize. Hogy még azok se talál. Jó, a Shockwave az mindig eltalál, de nem láttam. Lehet, hogy van bátyjuk. És most így a Poison úgyis kinyugasztja. A Shockwave az amúgy is mindig betalál. Ezzel mindegy, de most maximálisan növelem, hogyha esetleg lenne valami bájt, vagy valami hasonló, akkor azt is ki tudjam kerülni. Most már lassacskán healennem kéne. Na most elérkezett a pillanat a Super Potihoz.
ez a Shaq Weaver úgy félelmetes, hogy képes mindig betalálni. Nekem meg a taktikám nagyon alapmérgezés. Jó, te meg Super Potion-t használsz, én pedig maxra felnyomtam a kitérésemet, de tovább már nem lehet, de azért megmutattam, mert annyira ráérünk. Assist, most más nem tudok. Quick Attack, jó az. Melyikünk tudja a Quick Attack-et? Ja, Joey a rattata. Fire Dance, hát ha növelem még a statom. Nem, de már egész sokakat visz. Fire Dance, stat növelés legyen. Nem lehet stat növelés. De ez a Lopunny, ami egy shiny Lopunny. Ne már! Próbálom megmérgezni, és az ötrek de betalál. Ez beszarás. Maximális volt a kitérésünk. És betalált az ötrek. Na de legalább tudjuk, hogy te tudod a taxikot. Taxik, jó van. Úgy kell. De ez félelmetes, hogy mennyire misszel ez a szar smog. Hát így nem azért nem tudom megmérgezni, mert hogy szar vagyok, hanem mert egyszerűen ez a smog annyira misszel. Ijjaj, ijjaj. Assist curse. Most viszont ez nem jött jókor, mert a mérgezésbe belehalunk. Viszont itt van nekünk Hector, aki megátolja azt, hogy elmeneküljön, ha nem lenne ez az irtózatos ötrekt, szörnyű. Mindegy, mert bele fog halni a körzbe, és a következőt is azzal kezdem, hogy ki fogom körszölni az egészet. Elaltatom. Nincs jobb dolgom. Ugye hozzáérni nem tudok, és ez a körz rohadt sokat visz rajtuk. Legjobb. Szellem típusok. Ilyen jók. Ezzel a körszel. Legidegesítőbb. És ugye nem cserélni le, mert hülye. Ja, ennyi volt. Akkor köszönöm. Normál becset megkaptuk Caitlyn-től. Jó hosszú csata volt, én akartam ilyenre. TM45-et is megkapjuk tőle, ami az ötrekt. És regisztráltuk őt a Pokénevbe. És most már tudjuk használni a Flash-t. Szóval tovább tudjuk folytatni utunkat vagy délre, vagy balra. Tehát vagy délre, vagy nyugat felé. Én azt mondom, ezt következő részben meglátjuk. Ez nagyon idegesít, hogy itt lépni kell egyet a Pocket Centernél, mindegy. Következő részben ezt meglátjuk. Cyndaquil, és ezt... Ja, nem is így kell. Bye, Umbala!